szeretet, és ugye sosem szabad elfeledni. Sok embernek köszönjük, hogy segítettek nekünk ennek az 5,5 perces műsorban. Szerencsére nem volt egyedül, nem csak Maximilian Kolbe az Auschwitz-i haláltáborban végzett hasonló hűséges cselekedetet, hanem számos érdekes példája adódott a múltban a nagyon közeli, nagyon őszinte összetartozásnak és szeretetnek. Egy keresztény kisfiúnak, Zolinak, és egy zsidó kisfiúnak, Daninak a barátságát éneklik meg nagyszerű művészek, barátságot, amely egyszerre magasztos, egyszerre heroikus és megrázó végkicsendülése valamennyiünket megrendít. 30 évben még óra hős, Dani még a gimibe járt, nem sejtette milyen gyorsan, nem majd el a változás. Járt oda egy másik gyerkőc, úgy hívták Magyar Zoli, mindig lesett álnélkül. Thank you.